Bűnügyi eljárás indulhat Elena Udria népi mozgalom képviselő ellen, miután a képviselőház plénuma megszavazta az ügyészség erre vonatkozó kérését. Udria ugyanakkor arra panaszkodott, hogy az ügyészség meg sem hallgatta abban az ügyben, amelyben 5 millió euró csúszó pénz elfogadásával vádolják, és amely a mostani kérés alapját képezi. A képviselőháznak arról is szavaznia kellett, hogy jóvá hagyja-e Udria őrizetbevételét és előzetes letartóztatását. Helyezését. A szavazatok megszámlálása azonban botrányba torkolt, végül egy órás számolgatás után csak az őrizetbe vételt hagyták jóvá.